Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm műsorunk és az ATV nevében is, hogy tegnap nagyon sokat segített nekünk. Megtiszteltek vele, és örülök, hogy segített. Rendkívüli adásunk során, ugyanakkor most érjünk rá mindarra, ami gyakorlatilag szintén aktuál, szinte már azt mondom, hogy aktuál politikai kérdés. Ugye bírálta a magyar egészségügy állapotát az Európai Tanács, sok mindenről kell beszélnünk, kezdjük ezzel. Csak néhány adatot hadd mondjak, az egészségügyi eredmények rosszabbak, mint a legtöbb más uniós tagországban. Az Európai Unióban a magyarok leginkább érintettek azok között, hogy a rossz levegőminőség miatt a korai elhalálozás itt a legmagasabb. Az elkerülhető halálesetek száma az egyik legmagasabb az EU-ban, és sorolhatnám, egyik mondatom sem volt vidám. Így van. Ezt mi nagyon sokszor elmondtuk, és hát hadd kezdjem onnan, hogy, és azért van itt kirakva ez a rengeteg papír, ilyen nagy számokkal, mert itt a műsorban azért elég gyakran foglalkoznak az egészségügyel, hol reggel, hol este, és vannak itt kollégák, akik hát érdekes megközelítésben próbálják el a mi munkánkat titulálni. 2009 óta, és most ez hasraütésre, az utolsó 10 évből hoztam el az anyagot, hogy hányszor mit mondtunk, hogy mennyire konzekvens az a figyelmeztetés rendszer, amiben most, amikor 19-ben is megszólaltunk, hogy baj van, és ráadásul nem jól mennek a dolgok, és nem látjuk a konzekvens következetes előrelépést, akkor ezt megpróbálták úgy beállítani, mint hogy mi valahonnan előugrottunk volna a kalapból. Hát íme itt van minden. Hát például Komáromi Zoltán ugye itt a stúdióban azt mondta, amikor felsoroltuk mindezt, hogy jó reggelt kívánok a kamarának, amire arra utalt, hogy önök felébredtek. De akkor kérdezek másképpen. Itt van előttem ugye 2009-eset tart, és akkor hogy mikor mit mondtak. Ha 10 éve ezt mondják és ezt állapítják meg, akkor lehet, hogy nem erősen ütötték, elnök úr, az asztalt? Nézze, azt tudomásul kell menni, hogy a Magyar Orvosi Kamara egy törvényben szabályozott köztestület, aminek megvan a maga játéktere, a maga mozgástere és a maga a törvény által rászabott szabályai. Mi nem vagyunk sem pénzforrás, sem jogalkotó, sem pedig politika. Viszont mi vagyunk a szakma, és mi értünk hozzá. Ezért a legnagyobb tisztelettel, és ugyanakkor a legnagyobb tisztességgel könyvet adtunk ki, ugye itt van, deklarációt adtunk ki 3 esztendeje, és évről évre a köztestületeink, tehát az országos küldőgyűlésünk, a területi szeretők tanácsa kiadta azokat a figyelmeztetéseket, amelyek sorában most minden év után, 2019-ben is ezt megtettük. Hát ezt az ön által említett kollega úgy állította be, hogy jó reggelt kívánok. Én azt mondom, jó reggelt kívánok, kedves uraim, akik nem olvassák el a kamara dokumentumait 10-15 évre visszamenőleg, és úgy próbálják beállítani, mint a kampány. Mondjuk úgy, hogy hölgyeim és uraim, biztos, hogy hát, nyilván vannak hölgyek is. Ha már a területi szervezeteket említette, az a kiáltvány gyakorlatilag, hogy Magyarország jobban teljesít, de nem az egészségügyben. Az egy önöktől, mondhatom azt, hogy az elmúlt éveket én azért sok mindent átolvastam, eléggé radikálisnak tűnik. Tehát minthogyha most egy kicsit radikálisabban fogalmaztak volna, különösen amikor azt mondják, hogy a biztonságos betegellátás ezért és ezért, de nem biztosított. Nézze, azt mondom önnek, hogy 2010-ben az országos küldött közgyűlés azt mondta, hogy a gyógyítást jelenleg sújtó körülmények között nem tudunk felelősséget válni a betegellátás biztonságáért. Vagy 2015-ben kimondtuk, a sürgősségi ellátó kapacitás, az egészségügyi ellátóképesség nemzetbiztonsági kockázat. De elnök úr, erős, tehát hadd kérdezzem meg még egyszer, akkor ha turkálatok a papírjai között. Ha 2010-ben elmondta, igen, elmondták ezt, és 2019-et írunk, és ezek szerint nemhogy változott volna, hanem valószínűleg romlott is, hogyha ilyeneket kell írniuk, mondaniuk, akkor mi a kamarának ilyetén módon a lényege, értelme? Bocsásson meg, akkor én is radikálisan kérdezek. Egy probléma, a kamarának az a dolga és az értelme, hogy egybefogja egyébként egy Magyarországon előírt törvény értelmében kötelező jelleggel egybefogja a gyógyító orvoskart. A Magyar Orvosi Kamara nem szakszervezet, de természetesen igyekszik a kollégák, és mindenek előtt a kollégák által ellátott betegek és a leendő betegek érdekeit képviselni. A számára megengedhető módon, ezek a számára megengedhető módok, és azért hoztam ezt mind ide el, hogy megmutassam azt, hogy nem most ébredtünk fel, hanem hogy ez egy folyamatos munka. Nézze, hogyha én beteg vagyok, és ne adj Isten, nagyon beteg vagyok, vagy van olyan honfitársunk, aki a rossz levegő minőség miatt, a betegellátás anomáliai miatt, a szűrőrendszer hiányosságai miatt, az alapellátás irányításának hiányosságai miatt, sorolhatnám tovább ezeket a kritikákat, emiatt nagyon megbetegszik, vagy ne adj Isten, meghal, akkor a kórházi ágyán, amikor él, nem azt fogja lapozgatni, hogy kiadott ki milyen közleményt, nyilván, hanem ez nem a betegeknek tartozik ez a kor. Ezt mi nem a betegeknek adjuk ki, természetesen elsősorban, hát önök... nem titkos, hanem a mindenkor felelős döntéshozónak, mint ahogy egyébként az ön által idézett idei nyilatkozatnak az egyik legfontosabb mondata, hadd mondjam azt, hogy nem az, amit mondott, nagyon erős, a legfontosabb mondata a következő. Ma Magyarországon az egészségügy megjavításához minden feltétel adott, egyetlen hiányzik, a döntéshozói akarat. Ebből, amit felsorolt nekem 2009-től mostanáig, bármit olyat, ami érdemleges megfogadtak, ami egy az egybe átemeltek? Azt kell mondjam, hogy az utolsó 10 év, és ez teljesen önkényes, hogy most pont 10 évet ragadtam ki, csak azért tettem ezt. Egy évtized az jó. Mert 19-et érünk. Azt kell mondjam, hogy ebben a tekintetben nagyon hullámzó volt. Voltak időszakok, amikor ennek úgy tűnt, hogy valamiféle jobb talajba hullik a mag, aztán voltak, amikor nem. Most a 19-ben azért, hogy mondjam, szívtuk fel magunkat, mert 16-17-ben különösen úgy tűnt, hogy azért egy jó irányba indulunk, voltak jó megállapodások, aztán a 18 az kimaradt, és itt már bosszankodtunk, mert ez meg volt ígérve, hogy 18-ba folytatjuk, de nem történt meg. Ott elég sokat, bocsánat, gatyáztak. Majd 19 elején indult egy nagyon ígéretes tárgyalás, és ez egy negyed év alatt lezárult, konkrétan úgy, hogy ezt áprilisban a kormány szentesíti, és megyünk tovább. És ugye ott a paraszolvencia kérdését muszáj megemlítenem, mert a szakorvosi képzésnek ez a legnagyobb akadálya, és most van, így van, és most van, szándékosan használom a paraszolvencia kifejezést, mert ez egy ernyő kifejezés, és most van itt az ideje és a visszanemtérő lehetősége Magyarországnak, hogy ezt egyszer mindenkorra megszüntesse. Minden feltétel adott hozzá. És úgy volt, hogy május elején ünnepélyesen ezt aláírjuk, ki volt tűzve napja. És Éger úr, pofára est. Éger úr, volt egy Gerő Ernő elvtárs, aki a Magyar Dolgozók Pártja, még MSZMP-se volt. Nem, Magyar Dolgozók Pártjának a politikai bizottsági ülésén egyszer azt mondta, hogy miért nem engedjük, és nem paraszolvenciát vagy hálapénzt, hanem borra valót mondott, amit később egy orvos átiratott, mert rossz lett volna, mondjuk úgy, vagy rossznak érezte. És azt mondta, hogy miért nem adunk borra valót az orvosoknak, ez 70 éve történt. Így van. 70 éve kiírthatatlan, amióta én újságíró vagyok, azóta arról beszélgetünk, hogy most végre megvannak a feltételek arra, azt hogy a hálapénz megszűnjön. És 2019-et írunk, és megint elhangzott a mondat. 2015-ben tettük az első nagyon markáns jelzést erre vonatkozóan, odáig nem álltunk úgy sem gazdaságilag, sem egyéb tekintetben, hogy ezt igazán érdemben kezelni lehetett volna. 15 óta lehetne, 19-ben viszont valóban minden feltétel adott hozzá, a szakma készen áll erre, azonban nyilván kell hozzá egy olyan kontraktus, amiben a megfelelő javadalmazást megadják. Teljes vertikumban szenvedünk e tekintetben, tehát ezen változtatni kell is. Most lehetne változtatni, mert megvan hozzá a forrás. Utolsó egy percünk van. A másik probléma, amivel mindig és folyamatosan beszélünk, az az orvos-nővér és eszközhiány. Maradjunk az orvos és nővérhiánynál. Hány ember hiányzik egyébként az egészségügyből? Ezt számszerűen én nem tudom megmondani, nem vagyok statisztikai hivatal, és szerintem a statisztikai hivatal is nem biztos, hogy meg tudnám mondani. Az biztos, hogy szakorvosi vonalon több ezer, ez egészen biztos, és hát a nővér vonalon úgy szintén még több. Csak egy példát hadd mondjak önnek. Küzdünk most folyamatosan azért, hogy a nyugdíj mellett munkát vállaló, tehát tovább dolgozóinkat, az a rendkívül súlyos és sok területű diszkrimináció ne sújtja, hogy könyörögniük kell, azért, hogy dolgozhassanak, engedély kell hozzá, amire fél éveket várnak. Kétszer annyi közterhet kell fizetniük, mint más nyugdíj mellett dolgozónak, aki a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozik. És ennek a küzdelemnek kapcsán kiderült, hogy itt is 5000 emberről van szó. 1200 orvos és majdnem 4000 nő. Egyetlen szóra van válaszunk, ha 10 év múlva meghívom ide, és 2029-ben megkérdezem öntől, hogy van-e még paraszolvencia, akkor lesz? Remélem, hogy nem. Éger István, köszönöm szépen, hogy ma reggel minket választott. Köszönöm szépen.